A mai videóban kipróbálom a két leges legújabb pályát a Stumble Guys ba a legújabb 0.64-es beta verzión. A tegnapi videóban már bemutattam a nagyon menő új skineket, amik érkeztek, szóval mindenképpen érdemes azt is csekkolni, ha még nem láttad. Illetve arról is beszéltünk, hogy három darab új speciális emóta, a Voterspray, Spray, a Cupido nyila, illetve a Mr. Beast autó is érkezni fognak, úgyhogy természetesen ezeket is le fogjuk tesztelni a mai videóban. Úgyhogy szerintem, srácok, mondom sem kell, hogy mindenféleképpen érdemes velem tartani és végignézni a videót. Válasszuk is ki először is, hogy melyik új skinnel játszunk. Próbáljuk ezt a tankos Mr. Beast-et, amit ugye a múltkori videóban kipörgettem. Nagyon-nagyon menő ez a skin, csak a tankja nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy, tehát amikor vetődök, akkor az a, mi a szar fog történni. Az egyik új pálya az egy Elimination lesz, a Mr. Beast Disco Map. Ez a harmadik pályája már Mr. eddig kettő darab részpálya pálya érkezett Mr. beast kapcsolatban. Most viszont egy Elimination pálya fog jönni. Nagyon kíváncsi leszek, hogy ez pontosan mi Tud. Második körbe pedig érkezik a Tornádó Temple, ami pedig a legeslegújabb legújabb részpálya lesz a játékban. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lehet, mert ebből se láttam még konkrétan semmit. Nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy sikerül megnyerni az első kört. Speciális emótákból pedig természetesen a legújabbak is be lesznek kapcsolva. Let's go, srácok! Let's go, Mr. Beast Tank! Nézzük meg, hogy mit tudnak a vadonatúj speciális emótok és a vadonatúj pályák. Azt a mindenit, Mr. Beast Disco Drop, de komolyan néz ki. Nézek már egy diszkóznak is a skinek. Konkrét tan kezdésnek, aha, érdekes, leestek, leestek ott valamilyen blokkok, nem tudom, azok mérestek le, aja, ah, elkezd villogni valamelyik, és az így leesik, és belemegy oda a lézerbe. Mi komoly már, ó uh, ez villog, akkor át kell ugrani oda, aha, értem én, értem én, és tovább is jutottunk. Mindig elkezdenek villogni bizonyos blokkok, és azok a színűek lemennek oda a lézerbe, és megsütnek. Tehát mindig át kell ugrani a másikra, de nyilván ott majd a profi játékosok speciálisan mótozni fognak, és leütnek onnan, meg leboxolnak, meg az ugyanaz a kettő. De itt is vagyunk már a tornádó tempő pályán, atya világ. Azért nem egy kis pálya, ha megnézitek a vetődésnél, valóban eltűnik a Mr. Beast nek a tankja, szóval kicsit azért fura ez a skin. Azért nem szeretem ezeket az ilyen tankos, meg autós skineket annyira, viszont ahogy láthatjátok, itt ilyen levegő cucok vannak, szóval ebbe így bele kell menni, és ez így felfúj gyakorlatilag a következő akadályra. Nagyon-nagyon király, a Folgászban van ugye hasonló, itt átvetődünk, és itt pedig be kéne jönni ide középre. Aha, itt most kicsit el vagyok tévedve, vagy merre kéne menni, a arra kéne tovább menni. Labdánk az most ugye nincsen, mivel az új speciális emótok vannak. Egy kis Mister Beast autót mondjuk benyomhatnánk, ez mi? Ez mi volt? Mr. Beast autó. Ez csak egy, ez csak egy matrica! Speciális emót, ami nem csinál semmit. Ilyen is van. Hát ez az eddigi legrosszabb speciális emót, a Mr. Beast autó. Gyakorlatilag nem csinál semmit, csak megjelenik a felünk fölött egy autó. Hát végül is speciális emót, csak haszontalan igazából. Ez csak így dísznek van. Tudsz vele flexelni, hogy milyen menő vagy, hogy megvan neked, vagy nem tudom, mit tudsz igazából még vele csinálni. Hát mi most nem flexelünk semmivel, mert leesnénk, de fölfúj a levegő. Mennyire király már ez a levegős dolog? Ez eddig még nem volt a játékban hasonló, viszont itt is felfúj. Nagyon király. Próbáljuk ki akkor a kupidó nyilát, hát ha ez... DE EZ IS EGY MATRICA! Hát de beszarok hát srácok, azt hittem, hogy ezek a speciális emotok tudnak is valamit. Nagyon menő egyébként ez a pálya, nagyon tetszenek ezek a levegő felfújások, de akkor legalább próbáljuk meg, hogy legalább ez a vizes az, ez, ez legalább csinál valamit. HÜLYE! Az meddig előtt? Ott maradt a nyoma. HÜLYE! Ott a levegőbe az a víz. Ez mi komoly már? Na jó, ez legalább csinál valamit. A másik két speciális emóta az haszontalan, figyelj, lelőjük a vízzel a palit. De nem bírom lelőni, mert ellövi arra. Mert ott távolabbiakat kéne, figyelj, innen kicélzom. Nem tudom, ez pontosan mire lesz jó ez a víz sugár. Na jó, ezt a vizes dolgot még ki kell tesztelni, mert egyelőre nem sikerült rájönni, hogy pontosan mire jó. De ez egyetlen működő speciális sem a másik kettő az csak ilyen speciális matricat tulajdonképpen. Nem tudtam, hogy ilyenek is vannak a játékban, eddig nem is voltak, ugye most érkeztek. Ezekkel egy dolgot lehet csinálni, hogy az is megvan neked. Ahol van itt egy lépcsős rész is, amúgy ezt nem is vettem észre, hogy többféle útvonalon is lehet közlekedni ezen a pályán. Érdekes lesz, nyilván meg kell majd tanulni itt is a trükköket, levágásokat, érdekességeket, shortkátokat be kell gyakorolni, de egyelőre amúgy viszonylag tetszik nekem ez a pálya. Nem biztos, hogy a kedvencem lesz, mert azért van, látom, látom a helyeket, ahol mondjuk nagyon jól meg lehet szívni. Meg a diszkós Mister Biztes pálya az még jobban tetszik, de ez se lesz szerintem egyáltalán rossz. Na de érkezzen akkor a vadnatúj Mr. Biztes Disco Drop pályán a döntő, nézzük, hogy sikerül-e megnyerni az első kört ezen a pályán. Rohadt menem, úgyhogy már itt táncolnak az elején. Illetve láthatjuk, hogy szemből, ott, ott fönn nyomja a Mr. beast a diszkó zenét. Na tűnnek el a blokkok, tűnnek el a blokkok. Most kéne bevetni amúgy a vizezést, oda néz. És levizeztük, levizeztük a palit. Hát tátok, ne, de valami velünk is történik. Ez mi? Mi? Mi lökött vissza? Mi lökött vissza? Valami láthatatlan fal volt ott. Lehet, hogy oda vizeztem, és az a víz cucc az így. Na jó, ez furcsa volt, nem tudom, hogy miről pattantam le valami láthatatlan dologról. Lehet, hogy ahova kilőjük azt a vizet, az nem egy bák, hanem onnan mindenki lepattan. Elképzelhető, nem tudom, srácok, de egy default stumble gál, most jól megalázott minket. Úgyhogy kipróbálok még egy ilyen kört, hogy hát, ha most sikerül nyernem, illetve hogy a Mr. Beast Disco Drop pályán kicsit gyakoroljunk még, meg a speciális emótának a használatára még kíváncsiok, mert arra még mindig nem jöttem rá teljesen, hogy pontosan mit tud. Ki tapasztalni, srácok, ezen az új pályán, hogy az komolyan így működik, hogy kilövöm valahova azt a víz sugarat, tehát megnézed, fogom, és kilövöm oda középre, és látod, le de majdnem a palit, és utána ott ilyen láthatatlan fal képződik, vagy az csak valami bug volt, vagy én nem tudom, srácok. Lehet, hogy az csak valami óriási bug volt egyébként, de Elimination pályákon szerintem nagyon ópi lesz ez a speciális emót, majd a döntőben is meg fogom mutatni, mekkorákat lehet vele lökni. Viszont előtte nézzük meg a második kört, ahol ismételten a legújabb rész pálya érkezik a Tornádó Temple. Most megpróbálok egy kicsit másfajta útvonalakat is kipróbálni próbálni rajta, illetve itt is megpróbáljuk bevetni a vadonat új víz sugár speciális emótot, amennyire csak tudjuk. Aztán meg majd kipróbáljuk még a vízsugarat ilyen blogdásban, meg ilyesmiben is, hogy kíváncsi vagyok, hogy ott hogy működik, vagy mennyire OP, vagy mennyire lesz jó ez a speciális emóta, mennyire fogják az emberek mondjuk használni, mert most már azért tudjátok, tehát így el kell gondolkozni rajta, hogy van ugye rugás, box, azok elég stabilak, tehát hogy ha valamit te a rugás helyett be fogsz állítani, az azért különleges kell, hogy legyen, tehát annak nagyon jónak kell lenni. Látjátok, hogy itt amúgy most egy ilyen oldalsó útvonalon megyek, ahol le is estem a fenni zenébe természetesen. Áááá! Szóval itt lehet több felé is menni, most itt a középső része jövök, de ott oldalt is van ilyen levegő, csak abban nem sikerült normálisan beleugranom. Sikerült ide felugranunk, és mondjuk nem lökne le ez a cucc, akkor már mehetünk is tovább. Itt egy jump pad, amiről nyilván lelök ez a cucc, de nem baj, mert a levegő meg fellök. Tehát nagyon jó egyébként ez a levegő, ez így meg tud menteni minket. Látjátok, itt is ugrani kell ezeken a dolgokon, de hogyha ez lelök ez a cuccli, akkor általában ilyen levegőbe lök bele. Hát most mondjuk pont nem. Hogyha itt mondjuk néz meg, lelöketem bele magam, akkor egyből a levegő az így feldob, és már mehetünk és arra tovább. Szóval ez egyébként eléggé király, hogy itt nehezebb meghalni ezen a pályán, talán kicsit kevésbé lesz idegesít. Aha, és ha ide leesel, akkor kell ezeken feljönni. Tehát ezeket amúgy jó esetben nem kell használni, csak akkor, ha meglettél szivat, van a várját, a Stumble Guide, meg kéne szivatnunk egy kis víz sugára, Tesszok! Hogy lehajintottuk oda a világ? Pali leesett az egész mapról konkrétan. Hát a játék letörlődött az eszközéről gyakorlatilag. Hát mekkora, amúgy nagyon nagyokat lehet víz sugarazni, hülye. Teljesen jó. Teljesen jó a cucc. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire lesz meta, mennyire lesz gyakran használt speciális emóta. Hát abban biztos vagyok, hogy mondjuk az autó, meg a kupidó nyila, ezek a default ilyen izék, azok annyira nem lesznek ö, népszerűek. Maxim azoknak, akiknek nincsen speciális, normális speciális emótjuk. Mert az a furcsa, hogy végül is ezek is speciális emótok, csak nem bírnak különleges képességekkel. És az a furcsa, hogy olyankor így ott marad, de azt szerintem csak valami bug lehet, hogy így ott marad a vége, vagy nem tudom, azt nem hiszem, hogy direkt így csinálták meg. De a lényeg, hogy bent ismételten a célba, bent ismételten a döntőbe, próbáljuk már most már ezt is megnyerni. Na, Legyünk srácok, az új Mr. Biztos most már itt az ideje a győzelmet megszerezni. Nagyon nyomjuk a tá Most ez komoly. Hát ö, óvatosan, óvatosan mozogjatok, srácok, a pálya elején, mert ez tud történni, hogy láthatjátok. Nem sikerült még mindig nyerni ezen az új Mister pályán. Úgyhogy én azt mondom, hogy próbáljuk ki az új speciális emotát blogdesben, meg egy-két ilyen. Mert azért jó lenne úgy befejezni a videót, hogy sikerült győzelmet behúznom a leges, vadonatúj, nagyon menő Mr. pályán. Hát ez most sajnos egyelőre nem jött össze. Viszont blogdesben megpróbáljuk bevetni a vízsugarat. Oda néz, figyelj, azt a miért esett a pali. Csak ugye, hogyha nagy tömeg van, akkor úgy látom, azért nagy tömeg ellen annyira nem OP, tehát azért nem tud mindenkit lelökni a fenébe. De próbálunk egy-két embert kicél. Oda néz, de mekkora repít! Azt kéne megvárni, hogy többen kiessenek, és ilyen egy v 1 szituációba vagy ilyen, mikor már csak pár drab ellenfél van, akkor lehet szerintem különlegesen extra. Ugye innen föntről nem lehet így lefele célozni vele. Amúgy így benyomjuk itt. Aha, hát amúgy lehetne. Nem sikerült túlságosan jól becéloznom. Lehet vele ilyen vetődésből vízsugó. Lehet vele! Hülye, espéztem a vízsugárral. De még mekkorát? figyelj innen is, hát innen a no, sajnos annyira nem vált be. Egy darab ellenfél maradt, srácok, egy v egy a szituáció, azt figyeld majd, hogy levíz sugarazom. Jó, ott még átugrik, átugrik, átugrik. De a tüskét már lehet, hogy nem fogja tudni megcsinálni, úgyhogy itt kéne levíz sugarazni. Aj, nem sikerült. Megnyerjük, de hát a botok elég hamar meghaltak, sajnos. Viszont láthattátok, hogy igen, lehet vele nagyon durván SP-szerű lelökést csinálni, úgy, ahogy a Tetris blokkal is. Ezzel is lehet durván szivatni az ellenfeleket, ha esetleg nincsen boxotok, vagy akár rugásotok. Nagyon-nagyon nagyon durvának tűnik ez a verziója az ilyen profi pályákon. Próbáljuk egy lézert is, arra még kíváncsi vagyok, az is azért egy eléggé meta, eléggé profi pálya. Kíváncsi vagyok, itt mire képes az új speciális emóta, mert blogdesbe azért csináltam bele egy-két nagyon durvát. Lézert is szerintem, szerintem itt is azért, itt is azért tud, tud fröcskölni, hogy úgy mondjam, tud spriccolni. Na nézzük meg, ugye itt vagyok, ott a tömeg, rácélzom, bam, hát a pali az instant. Nem, azt hittem instant meghal, de nem. Valahogy túlélte, valahogy túl tudta jönni, figyelj lendületből. Bam, vízsugár, azt a Na lendületből! És lendületből nagyon OP. Még helyből annyira nem, de hát ilyen a box is, meg a többi emóta is, hogy helyből annyira nem extrák, de lendületből, hülye, én miért repültem el? Én miért repültem el? Hát nagyon durva, srácok. Ismét láthatjátok, hogy lendületből csodákra képes egyszerűen. Nem tudom, hogy ezt még kicsit gyengíteni fogják -e a játék előtt ezt a lendületes verzióját. Elképesztő, hogy lendületből mit tud ez az emót. Próbáljunk egy rásáört, az egyik kedvenc pályámat. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy itt mit tud. Itt jobb esetleg, mint mondjuk a box. Ne nyilván akkor akkor van értelme ezeknek, hogyha jobbak, mert akkor fogják sokan kicserélni. Nyilván a Tetris blokkot is például sokan használják olyanok, akiknek nincs meg a box, és a helyett alkalmazzák. Ezt is lehet, hogy majd sokan meg fogják tudni szerezni, mondjuk lehet, hogy az új pesszel lesz rajta, és akinek nincs boxa, az majd tud ezzel ficegni. Meg az a baj egy kicsit, hogy lassan nyomódik be, tehát azért kell egy pár másodperc, amíg benyomódik a boxal ellentétben. Ja, hát hátra próbáljuk meg, aha, hát kicsit azért célozni nem olyan könnyű vele, legalábbis nekem még annyira nem megy jól, mert látjátok, hogy rohadtul nem arra lövök, mint amerre az ember van. Ha valakit, és ő megmozdul, Ú, uh, de nem mozdul meg! Hülye! Mekkora átrepül, ha jól célzott be, olyan, mint a villámcsapás, hogy tud szar is lenni, béna is lenni, gyenge is lenni, de hogyha jól célzott be akkor nagyon-nagyon extra. Na de akkor nézzük meg, hogy sikerül-e nyernem a vadonatúj Mr. Beast Disco Drop pályán végre. Állítok egy három körös menetet, ahol csak ez a vadonatúj pálya lesz, és egy kicsit megnézzük még alaposabban, kicsit még jobban leteszteljük, és megpróbáljuk végre meg is nyerni azt a vadonatúj speciális emótával természetesen. Megpróbálunk mindenkit lefröcskölni a francba, és elég jól megtapasztalni, megtanulgatni, hogy hogyan is működik pontosan ez a vadonatúj menő új Mister víztes Elimination pályát. Nagyon nyomják itt a táncot a skinek. Ezt amúgy szétadom, csak most óvatosabban mozdulj meg az elején, hogyha lehet kérni. És már valaki már le is esett a fenébe. Ugye víz sugár. Pám, a most sajnos nem találtunk el senkit. Ú, uh, utolsó pillanatban tovább ugrottam. Mekkora play. Mekkora play. Tovább is jutottunk, srácok. Nem könnyen, de tovább jutottunk, az a lényeg. Nem kellene itt amúgy kapkodni. Nagyon oda kéne figyelni. Meg én most az a speciális amótozásra is figyelek azért, itt a pályára kéne leginkább koncentrálni. De nagyon érdekes lesz egyébként ez a pálya majd a normál gameben, amikor ténylegesen ugye igaz az emberek lesznek, akik arra várnak majd, hogy leboxolhassanak, meg leüthessenek, meg nyilván szerintem ez a pálya is gyorsulni fog majd idővel, szóval egyre egyre nehezebb lesz, és további további jutottunk fantasztikus, tehát a botok azért azok elég gyorsan leesnek róla, ami azért annyira nem jó, mert még nem is bírtam rendesen lefröcskölni senkit, úgyhogy a döntőben reméljük, hogy erre is sor kerül. Na nézzük, srácok! Nyerjük meg, nyerjük meg most már ezt a táncolós témát. Táncoljunk, fröcsköljünk oda egy győzelmet. Egy lájkal like biztosatok, srácok, hogy meg legyen végre itt is a győzelem. Figyelj, fröcskölés, pum! De miért pattanok? De én! miért pattanok el? Hogy hát olyan erősen fröcskölök, hogy a maga az saját ki nem is elrepül. Ez a rosszam ugye ebbe a fröcskölésbe. Hogyha én közelről fröcskölsz, akkor te is, te is megszívod, úgymond. Úgyhogy próbáljunk még egyet, egy egyköröset, most már 32-es egykörös, most már tényleg húzzuk be. Nyomjad a diszkót, nyomjad neki. Szét kell szednünk, szét kell szednünk most már ezt a pályát. Már olyan kínos szituációban vagyunk, hogy még egyszer se bírtuk megnyerni. Hihetetlen, hihetetlen, fröcsköljük inkább le a fenébe őket. Azt a mindenit, mekkora fröcskölés. Na, de megint ott volt az a láthatatlan fal! De már megint csácok, lepattantam a semmiről. Hihetetlen. Hihetlen, nem akar, nem akarja ez a pálya, hogy nyerjek rajta. Nem akarja hagyni. De akkor is, akkor is bebizonyítom, nem adom fel srácok, hogy tudok nyerni ezen a pályán botok ellen. Tehát, az, nem már ne legyen ma olyan nehéz ez. Jó, nyilván könnyebb lenne, csak most minden áron én fröcskölni akarok. Tehát ez amúgy nem probléma, mert nyilván az új speciális amútot ki kell próbálni, csak az az érdekes, hogy nem a közeliekhez érdemes, nem akik ugyanazon a blokkon vannak, mint te, hanem például innen oda érdemes, akik ott vannak oda átlőni, csak mondjuk el is kéne őket találni, tehát ha itt vagy, ha például azokat, á, de nem bírom eltalálni őket. A gyerünk srácok, most alig van egy pár darab ellenfél, átugrunk innen ide, és őket kéne onnan lelőni, és ott is van mekkora lövés, de jó ég! Na most már azért végre lefröcsköltünk pár embert, most már azért, aha, oda át kéne, de nem tauntozok valamiért, és megnyertem. Megnyertem, srácok. Let's go! Valahogy megnyertem az új pályát, hát ezen még gyakorolnom kell, az biztos. Várhatóak még róla természetesen újabb tartalmak, megpróbáljuk majd időelfogyásig is kivinni. Fogunk majd rajta egyezni is. Úgyhogy további izgalmas tartalmakért mindenképpen iratkozz fel a csatornámra, ha még esetleg nem tetted volna. És most pedig nézzük meg a videó végére még egy tízes pörgetést, ugyanis még hiányzik jó néhány skin erről a vadonatúj kerékről, például a széttörött szív, meg például ez már sajnos nem. Az előző videóban ugye már sok mindent kipörgettünk, viszont próbáljunk meg még egy-két skint így a videó végére megszerezni, hát ha sikerül még valami új skin, például ez az új Legendary, nagyon jó, új Legendary meg is szereztük, új speciális is egy speciál még hiányzik a kerékről. Nem akarom úgy lezárni ezt a videót, hogy nincs meg minden új speciál skin. Próbáljuk már meg megszerezni. Ez már ugye megvan, ugye a mitikusak közül is talán egy darab hiányzik, vagy kettő, és ezt kipörgetjük a másik speciális, nem hiszem el, ami már megvan, amivel az egész videóban játszottunk, nem ez kell nekem, ez sincs még meg, nagyon jó, két új legendary már van, de most már speciális, hiányzó speciális power, és nem, ez sincs még meg. Nagyon, srác, tök jókat pörgetünk amúgy. Egy csomó új legendarit megszereztünk, de az új speciál még nincs meg. Most már megvan. Let's go, srácok. Vemus! Ott is van. Éreztem én, hogy kell pörgetni még egy tízest, ez se volt még meg. Erről van szó. Na így kell lezárni egy videót, srácok. A széttörött szívet is megszereztük, a Mister Beast tankot is megszereztük már ugye az előző videóban, és táplikétnek a végén kipörgetjük még ezt a rohadt menő mítikus skint is. Hát két speciál, egy mítik, négy új legendary skin. Azért ez nem volt egy rossz tízes pörgetés, azt kell, hogy mondjam. Azért ez, azért ez rendben volt. Úgyhogy ne felejtsétek el, srácok, hogy most vasárnap hatalmas 100.000 gem sorsolós élőadás lesz a csatornámon, úgyhogy nem akartok lemaradni, mindenkit nyomjatok egy feliratkozást és egy csengőt. Ha pedig szeretnétek még több izgalmas számbelgezős tartalmat nézni, ide kattintva rengeteg izgalmas videót megtaláltok, például a tegnapi videót is, ahol a legújabb skineket pörgettem ki és mutattam be, illetve nagyon szépen köszönöm, hogy a használjátok a Hunter kódot a számbelgezős shopban, ezzel is támogatva a csatornát, hatalmas királyok vagytok, srácok!